Haraszti Miklós egykor nagyra becsülte Orbán Viktort, akiben a jövő tehetséges letéteményesét látta. Most viszont azt mondja, Junckerhez hasonlóan, legszívesebben ma már ő is lekeverne egy pofont a kormányfőnek. A rendszerváltás környékén valószínűleg Haraszti Miklós sem gondolta volna, hogy majd 30 évvel később éppen Orbán Viktor miatt kell olyan alapvető célokért harcba szállni, mint az arányos választási rendszer biztosítása. Az EBSZ volt médiabiztosa szerint arányos rendszer hiányában a választási bojkott lenne a legjobb megoldás, de úgy tűnik, az ellenzéki pártok már megbékéltek a Fidesz által biztosított keretekkel. Amikor még áprilisban körülbelül, igen, áprilist írtunk, Haraszti Miklós vendégem volt, akkor arról beszélgettünk, hogy már pedig az ellenzéki pártoknak ki kellene kényszeríteniük egy arányos választási rendszert, vagy hogyha ez nem sikerül a Fidesznél elérni, akkor bizony bojkottálni kellene a választást. Hát se ez, se az nem teljesült. Haraszti Miklós a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az első majdnem teljesült, mert a Közös Ország Mozgalom, a Gulyás Marci Közös Ország Mozgalma azt a kis csodát végrehajtotta a pártokkal, tulajdonképpen a Jobbikkal, mint csendes társal, hiszen megszavazták a parlamentben a napirendrevételét, hogy létrehozták a tökéletesen arányos, német mintájú rendszert, azt, amit annak idején tulajdonképpen a 89-es kerekasztalnál álmodtunk meg. Ugye az eredeti Antal-Tölgyesi terv a német rendszernek a magyar 1946-os első törvénybe való beleplántálása volt, és aztán kereszténydemokraták, a parlamentben még ott ülő kommunista képviselők csinálták olyan aránytalanra a rendszerre, hogy kétharmados alkotmányos hatalmat nyerhetett egyetlen párt 2010-ben. Hát most meg aztán főleg, és aztán azt nem kicsit nagyon tud valaki nyerni. De hát azt még hadd tegyem hozzá, hogy a Fidesz ezt a kétharmadot felhasználva utána a kommunizmus utáni első alkalommal egyetlen párt választási rendszerét alkotta meg, amelyet, ha megfejelünk, meg kell fejelni a finanszírozási rendszerrel és a médiahelyzettel, akkor gyakorlatilag keleti típusú leverhetetlen áldemokráciában élünk. Na szóval a Gulyás Mártonék a Közös Ország Mozgalom megpróbálta. A pártok ebben teljes józanságot mutatva, és sajnos azt kell mondani, hogy nagyon ritka alkalom, hogy ilyen egyetértést mutatva, ebben meg is egyeztek, a sorsa az lett, ami szinte biztosan borítékolható is volt. Nem. Akkor most hogyan tovább? Szóval az az igazság, hogy ami most folyik, mondjuk az teljesen normális, hogy a 14-es választás tanulságait levonva összefogással nem próbálkoznak, és azt kell mondanom, hogy minden szimpátiám ellenére, ha a bal oldalon sem megy az összefogás, micsoda álom az, hogy a Jobbikkal menjen, nem utolsó sorban mind a baloldali, mind a jobboldali párt összeomlik, hogyha egy ilyen politikai, választási összefogásba kezd. Azonban a Gulyás Mártonéknak van egy egészen izgalmas új javaslata, az, hogy a körzetekben a körzeti koordinációt ne úgy csinálják, ahogy a pártok most hogy csinálják. Itt egy budapesti irodában. Hát amit a pártok most csinálnak, az lényegében a 4-5 listájuk, ami majd lesz, annak a versenyeztetését csinálják a körzetekben. Teljesen nyilvánvaló, hogy 6 választáson keresztül így volt, most is erre készülnek, hogy akinek listája van, annak nem érdeke, hogy más jelöltjére szavazzanak a körzetbe, mert akkor elpotyognak a töredék szavazatai, és hiába, tulajdonképpen a választónak sem, ha nem orientálják a választót arra, hogy más út is van, akkor a választónak sem érdeke, hogy gyengítse a listára, tehát a pártok szépségversenyében az ország vezetésére leadott szavazatát, és akkor úgy vagyunk, ahogy minden eddigi választáson. Minden párt a Caligula lovát is betolhatja a parlamentbe, a saját választójával a körzetbe. Amit a Gulyás Mártonék javasolnak, az egy út, de akkor csak, ha a pártok abba hagyják azt a hazudozást, bocsánat, hogy itten, ha beállsz én mögém, és csak én mögém, az én miniszterelnök jelöltem mögé, akkor le lehet győzni a Fideszt. Nem lehet. Pedig ezt csinálják. Egy arányos rendszerben sem lehetne, a Fidesz most a legerősebb párt, tehát nem lehetne. Most ezt csinálják, amit a Gulyás Márton javasol, az az, hogy
közvéleménykutatókkal, komoly felmérő intézetekkel megnézi, hogy civilek, pártok jelöltjei közül a kulcskörzetekben, nem az összes században. Jó, de az utolsó információm szerint ennek töredékesen jött össze annak a pénznek, amiből ezt finanszírozni. Erről nincs információm, és azt gondolom, hogy összejöhet. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy hát a pártoknak is ezt kéne támogatniuk. Ez ilyen egyszerű. Arról kérdezett engem, ugye nem a Közös Ország Mozgalom pénzügyeiről akar tudakozódni nála. Hát, hogyha tud valamit, akkor mondja. Van-e valami kiút? Azt és, mondja, és igen, van értem. Valami kiút. A kiút az az, hogy fölmérjük, hogy a kétharmadot meg lehet-e akadályozni. Ezt mondja azt, meg. A kétharmadot meg lehet-e akadályozni, pontosabban nagyon nagy az esélye annak, hogy valaki kétharmadot szerezzen. Pillanatnyilag a mérési adatok azt mutatják, hogy a Fidesznek elég jó esélye van, hogyha az ellenzék így halad, de pont a matematikai szabályok miatt és a választási szabályok miatt ekkora esélye van az ellenzéknek is, hogy kétharmadot nincs, szerezzen. Ezen messze túl vagyunk, ne haragudjon. Ez az elmélet, hogy jó ez a választási rendszer. Én azt mondtam, hogy jó, de hogyha az egyiknek sikerülhet, akkor másiknak is sikerülhet. Mert az ellenzéki pártok lefedik az ország sokszínűségét, nem adhatják föl magukat. Ha föladják magukat, az történik, mint 14-ben, ugyanott vagyunk, mint most. A hazudozást kell föladni, és megérteni, hogy mekkora nemzeti veszély a kétharmad. A Fidesz kétharmad nélkül béna kacsa, és Orbán Viktor gigantikus stratégiai hibája az, hogy korrupt, az, hogy családilag korrupt, az, hogy a klánjával együtt dézsmálja a közpénzt. Ez minden, még az illiberális demokráciákban is visszaszokott lőni. Minden színes forradalom, minden civil feltámadás, Ukrajnától Grúziáig, az arany WC kefe miatt volt. És ebbe Orbán Viktor előbb-utóbb belerokkan, ha nincs kétharmada. Ezzel szemben, ha kétharmada van, akkor a következők történnek. Azonnal ugyanúgy, mint a keleti illiberális demokráciák, elnöki köztársaságra vált át az új alkotmánymódosításokkal, amelyre lehetőséget kap a kétharmaddal. Ez egyszerűen elkerülhetetlen, megmondom miért, mert unja, hogy kimasszírozza a választási győzelmet minden 4 évben. Mert csúnya idegen szavak következnek, mert az elektorális legitimáció, tehát a választással szerzett fölhatalmazást, úgynevezett plebiscitárius, tehát népszavazásszerű, személyre szóló hatalmi fölhatalmazásra váltják át Putyintól Erdogánig, Alijevtől Nazarbajevig. Tehát ez egy bevett minta. És ez egy bevett minta. Pontosan ugyanúgy egyébként visszakapcsolva az előző interjújához, ami a Jobbikkal történt, minden keleti választáson megtörténik egy, kettő, három párttal, mindig azzal, amelyik második befutónak látszik. Adó, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, és appelláta nincs, és minden jogszerű. Ugye? Mert már régeség. Ez egy licensz. Mert már régeség átvették az összes független intézmény vezetését. Visszakapcsolva, a második dolog, ami megtörténik, abban az esetben, ha kétharmadunk van, az utolsó mencsvára a magyar joguralomnak a bíróságok, a rendes bíróságok függetlensége elvész. Az történik, amit már most próbálnak csinálni az adminisztratív bíróságokkal, mert alkotmány erejű új intézmény átalakítása, tehát még ha egy Handó Tünde tiltakozik, akkor is intézmény átalakítás lesz. Ahogy az ÁSZ elveszett, ahogy az Ombudsman elveszett, ahogy az Alkotmánybíróság elveszett, ahogy minden elveszett, intézmény, alkotmány erejű intézmény átalakítása. És a harmadik dolog, amit egyszerűen nem lehet ebben az esetben elkerülni, az internet szabadsága is veszélybe kerül. Nem ám úgy, hogy betiltják, azt még keleten se csinálják, hanem megint egy csúnya idegen szót fogok mondani, reterritorializálják. Tehát területi uralom alá helyezik a globális médiát, amelyről azt hiszük, hogy önmagában felszabadító hatású. De mi az, hogy területi uralom? Azt jelenti, hogy például szervereket csak magyar fizikai területen lehet bejegyezni. Azt, hogy például szociális médiát, websájtot, stb. Csak magyar területen lehet bejegyezni. És semmi más nem kell csinálni, mint az ISP-kkel, tehát az Internet Service Providerekkel, az internet szolgáltatók pluralizmusát ugyanúgy meg kell szüntetni, ahogy a televíziókét megszüntetik. Tehát nemzeti internet szolgáltató. Tehát nem nemzetiesítés. Ez folyik ugye nálunk, ez folyik Lengyelországban, és ez már rég lezajlott Oroszországban, rég lezajlott mindenütt.
a felénél többnek magyar nemzeti tulajdonba kell lenni, és kikötnek az internet szerviz szolgáltatók Mészáros Lőrincnél, Vajnánál, Garancsinál és a többieknél. És visszajön még a szamizdat. Nem jöhet vissza a szamizdat, az internet szabadsága annyiban megmarad, és azt szeretik az illiberális uralkodó, hogy a szociális média viszont ugye picinke buborékokba tördeli szét a korábban egyesíthető úgynevezett közvéleményt. A közvélemény... Hát azért mondjuk az arab tavasznál is elég sokra lehetett menni a szociális médiával. És 2 év múlva vége volt, mert illiberális demokráciákban, Tunéziát kivéve minden egyes arab demokráciában... Az a zöldséges tudott valamit. Onnan lehet tudni, hogy meg... Hát, tessék megnézni, kikkel van jóban Orbán Viktor, és már is lehet tudni, hogy mi lett az arab tavaszból. Azt az előbb úgy fogalmazott, hogy remélj, hogy vagy hál' Istennek már túl vannak az, hogy összefogos, de nincsenek túl. Hát tegnap ült itt Molnár Gyula, azt mondja, hogy most akkor karácsony, és akkor nem csak, hogy Gergő vagy Gergely, hanem hogy karácsony közeledik, és akkor mindenki egy kicsit lenyugszik, elgondolkodik, és azt várják, újabb üzenetet küldtek, hogy most mindenki álljon be, és legyen nagy ellenzéki összefogás. Hát már volt 14-ben, és annyira nem volt 14, Batka a bal oldalon, meg úgy történt, ezek vágyálmok, és még egyszer hangsúlyozom. És nem is szabad? Még egyszer hangsúlyozom. Elnézést kérek, ezek hazugságok. Nem baj, a saját nem teszi bocsánatossá, hogy a saját választónak szóló hazugságot... Az nem baj, ha nem lesz közös lista? Lehet úgy győzni, hogy ne legyen közös lista bal oldalon? Sehogy nem lehet győzni. Sehogy nem lehet győzni. Ebben a rendszerben nem lehet győzni, ezt be kell tudni ismerni, és fölismerni, hogy a kétharmad megakadályozása... Akkor csak annyit lehet, hogy a kétharmadot megakadályozni, de a Fidesz többségét nem lehet megakadályozni? De Olga, szeretném a szívem vérét kitenni, de hogy mennyire hatalmas nemzeti feladat a kétharmad megakadályozása, és hogy mennyire megbocsáthatatlan bűn, ha ezt nem próbálják meg, hanem azzal a hazugsággal etetik a választóikat, hogy győzni lehet, ha bejössz én alám, ha bejössz az MSZP alá, ha bejössz az LMP miniszter. Csak annyit lehet, hogy megakadályozni a Fidesz kétharmadát. De nem csak, érti, hogy nem csak. Hanem ez minden. Ha a Fidesz béna kacsa új alkotmányerejű törvények nélkül, akkor megpróbálkozhat ideig, óráig azzal... És az ellenzéki oldalon egyébként nem akarja végighallgatni, hogy minden napon... Nem, csak annyi minden szeretnék tudni öntől, hogyha az ellenzéki oldalon egyébként többség van, tehát több, mint, ha nem is egység, de többség, mint amennyi mandátumot mondjuk a Fidesz szerez, vagy százalékot szerez. De akkor, ez így volt 14-ben de akkor is. Le tudják szavazni Olga, azt, hogy... 55% szavazott Orbán a kormány Viktor ellen, kapja. És egyharmadnál kevesebbet kaptak a parlamentben. 45 kormányalakítása elégtelen többség szavazott a Fideszre, és alkotmány erejű többséget kaptak. Ez még inkább így lesz most, hogy bocsánat az idegen szó, hogy megint fragmentálva vannak, szét vannak töredezve, meg annyi miniszterelnök jelöltjük van, és mindegyik azt harsogja, hogy gyere be alám, és akkor legyőzzük a Fideszt. És a választók ezen úgy kell, hogy túllássanak, hogy nem csaknak veszik a kétharmad megakadályozását, megértik, hogy ez most az a következő nemzeti feladat, amellyel a Fideszt tényleg, ezek mind 22-re gyúrnak, 22-re tényleg át lehet alakítani a magyar nemzeti politikát abban az esetben, ha a Fidesznek ócska megkerülő törvényekkel kell kimasszíroznia azt, ami megmarad neki. Ők béna kacsa anélkül, hogy így séróból nem tudják megváltoztatni a törvényeket. Az történik, mint a legutolsó offline média betiltásával, a plakátok betiltásával, ugye, amely már a Jobbiknak szólt, hogy a tájképvédelmi vagy városképvédelmi törvény. Ezekkel nem lehet egy cikluson keresztül operálni, és rájuk sül az, amit ugyanakkor forr a felszín alatt, hogy korruptak. És az előbb-utóbb, ez nem tud rájuk sülni, amennyiben kétharmaduk van, és azt csinálnak, amit akarnak. Értem. Tessék megérteni, hogy ez a következő nemzeti feladat nem csak... Megértettem. Nem csak, hanem szent. Isten bizony, ki nem mondom azt, hogy csak, de... Az is biztos, hogy nem várok áprilisig, jöjjön máskor is, és mondja el a véleményét. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.